a mentegetőzéssel kell kezdenem, hogy a Miklós elmondásában ez lokális lenne ma, és valóban az a helyes megelőzés. De ez egy nagyon gyakran használt, nagyon fontos eredmény, és emiatt van egy kialakult használata, és ugye angolul úgy hívják, hogy lokál lemma, és magyarul is így szoktuk mondani, vagy legalábbis akikkel én beszélem, azok így szokták mondani, ezért én is így mondom. De ez egy döntés volt, hogy én ezt a helytelen formát alkalmaztam a magyar címben. Na, vagy a hátteret kezdjem, mert matematikai előadások hátterében gyakran vissza kell menni a régi görögökig. Hát odáig nem megyek vissza, de majdnem 80 évet visszamegyek, amikor a véletlen módszer kialakult, és hát ennek a két embernek a munkássága, egyszerre találták meg ezt a módszert, a Erdős Pál talán először nagy remzigráfok vagy bizonyítás, létezési bizonyítására használta, és a Claude Shannon meg hibajavító kódok elméletével foglalkozott, és hatékony kódok létezését bizonyította úgy, hogy nem konstruálta meg ezeket, tehát se a nagy remzigráfokat Erdős Pál nem megkonstruálta, se Claude Shannon a hatékony hibajavító kódokat nem megkonstruálta, hanem bebizonyította, hogy létezik olyan módon, hogy azt mondta, hogy hát vegyünk egy véletlen módot, és nézzük meg, hogy ez jó lesz-e. Nagyon nagy eséllyel ez jó lesz, hasonlóképpen az Erdős azt mondta, hogy vegyünk egy véletlen gráfot, nézzük meg, hogy ez jó lesz, és nagyon nagy eséllyel jó lesz. Annak ellenére, hogy ilyet találni igazából, megkonstruálni az nehéznek tűnik. Hibajavítókódokról nem fogok beszélni, de egy, csak hogy érzékeltessem, hogy itt mi történik, elmondom a remzigráfoknál mi történik. Ott az történik, hogy hát először is Remzi megmutatta, hogy ha egy gráf elég nagy, sok csúcsa van, akkor mindegy, hogy milyen gráf lesz benne, nagyon sok mondjuk K olyan pont, amiket teljes részgráfot határoznak meg, vagy egy csúcsgráfot halmazt adnak. És ez a Remzi szám, az RKK, az azt mondja meg, hogy mi a legkisebb csúcsszám, ami ehhez elég, és erre egy alsó becslést úgy lehet legegyszerűbben találni, ha konstruál az ember egy nagy gráfot, amiben nincsen K méretű teljes, és nincsen K méretű üres, akkor ez egy alsó korlát lesz a Remzi számra. De nehéz ilyet konstruálni, és akkor 47-ben azt mondta az Erdős Pál, hogy vegyünk egy véletlen gráfot, és az belátjuk, hogy ez valamilyen pozitív eséllyel jó lesz, akkor van ilyen, ezek a részletei ennek a konstrukciónak, N csúcsot vesz, minden élet egy-kettet valószínűséggel bevesz, vagy nem vesz, ez a véletlen gráf modell, amit ő vizsgál, és kiszámolta, hogy hányféleképpen lehet ez rossz, hányféleképpen lehet benne teljes káosz, vagy üres káosz, és összesen az jött ki, hogy ha az N nem, tehát N még elég nagy lehet, és még akkor is pozitív eséllyel egy ilyen hiba se fordul elő, és emiatt akkor ez egy alsó vesztést ad a Remzi számra. Ez egy exponenciális korlátot ad, és meglepő módon konstrukcióval sokkal rosszabbat tudunk csak. És ez nagy mértékben ki lehetett terjeszteni mindenféle más konstrukcióra is, vagy nem konstrukcióra, mindenféle más tulajdonságú dolog létezésének a bizonyítására is lehetett használni. Erre a legjobb könyv ez, aminek a borítóját ide kitettem. Ez egy Alon Spencer, eredetileg talán Erdős Spencer könyv volt. És csak még két példát mondok arról, hogy miket lehet ezzel bizonyítani, hogy például, hogy léteznek olyan gráfok, amiben nincsen rövid kör, tehát úgy lokálisan úgy néz ki, mintha egy fa lenne, de mégis a kromatikus számuk nagyon nagy. És a következő példa, az pedig az, aminek a részleteibe bele fogunk menni, az az, hogy van egy K-uniform hipergráf, mindjárt látjuk, hogy micsoda, és annak nincsen túl sok éle, akkor az kétszínezhető, anélkül, hogy egyszínű élet kaphatnánk. Nézzük meg, hogy ez pontosan mit jelent. Itt van egy
hipergráf, tehát a hipergráf az a pöttyök a csúcsok, a karikák az élek, itt most mindegyik három elemből áll, tehát ez egy három uniform hipergráf, és a két színezés az olyan, hogy a csúcsokat színezzük, úgyhogy nincsen egyszínű él, íme, hát most két színeztem őket, és nincsen egyszínű él. És a véletlen módszer pont ugyanúgy, ahogy a rendszergráf konstrukciónál is egy ilyen teljesen direkt alkalmazás a véletlen módszernek, azt mondja, hogy ha legfeljebb kettő a K-1-en él van, akkor létezik egy ilyen helyes kétszínezés. És mégpedig azért, mert ha véletlenül színezzük a csúcsokat, akkor pozitív és általában viszonylag nagy eséllyel jó lesz. Azért fontos, hogy nagy eséllyel lesz jó, mert ebből az is következik, hogy ilyet könnyű találni. Abban az esetben is könnyű találni ilyet, hogyha tényleg majdnem kettő a K-1-en él van, amikor a módszer nem mondja, hogy olyan nagyon nagy eséllyel lenne jó a véletlen színezés, de általában ebben a módszerben, amikor be tudjuk látni, hogy az esély pozitív, akkor nagy, és ezért egy véletlen kétszínezés az rögtön nagyon nagy eséllyel jó lesz. Úgyhogy az a módszer, hogy véletlen kétszínezzük, megnézzük, hogy jó-e, ha nem, akkor megint megpróbáljuk, ez nagyon hatékony, egy jó kétszínezést fogadni. Ez a módszer egyébként, megjegyzem, hogy a rendszergráf keresésnél nem annyira hatékony, mert ott is nagyon nagy eséllyel jó lesz egy gráf, de ott nem tudjuk olyan gyorsan megnézni, hogy jó-e. Itt ennél a példánál könnyen el lehet dönteni, hogy van-e egy színű él, vagy nincs. És akkor jön a lovász lokál lemma, ami ennek egy nagyon széles általánosítását adja, és lényegében azt mondja, hogy nem csak akkor igaz, hogy az állítása kettő a K-1-en él van összesen, hanem akkor is, hogyha egy él legfeljebb ennyit metsz. Hát az a szám, ami oda van írva, az nem pont kettő a K-1-en, hanem egy kicsit kevesebb, de csak egy konstans faktorral kevesebb, úgyhogy szinte azt mondja, hogy amennyi a múltkor az élek számára volt a felső korlát, az most a egy él által metszett többi élek számára adjuk felső korlátnak, és már akkor is lesz jó kétszínezés. És ilyenkor egészen más a helyzet, mert a hipergráf méretére az élek számára nincsen korlát, az nagyon nagy lehet a K-hoz képest, és ha tényleg nagyon nagy, akkor egy véletlen színezés nagyon-nagyon pici, exponenciálisan kicsi eséllyel lesz jó. És ezért aztán ilyen módszerrel nehéz megtalálni a jó színezést. Ez egy Erdős Lovász cikkből van, 75-ből, és Lovász nevét kapta Lemma. Most akkor elmondom a általánosabb formát, ez a legkevésbé három egymás következő általános formáját fogom elmondani. Az első, az a uniform eset. Egy valószínűségi térben vagyunk, és vannak rossz események, és amikor rossz eseményt mondok, akkor arra kell gondolni, hogy a valószínűségi tér az egy véletlen kétszínezés, és a rossz esemény az az, hogy az egyik hiperél az egyszínű. Tehát minden hiperélhez van egy rossz esemény. És két feltétel van, hogy ezek úgy nagy és függetlenek egymástól, vagyis mindegyik független a többitől összesen, kivéve néhányat, és nem túl sokat. És másfelől meg az az állítás, hogy a valószínűsége annak, hogy egy rossz esemény bekövetkezik, az viszonylag kicsi, lényegében fordítottan arányos azzal, hogy hány másikkal függ össze. És ilyen esetben elkerülhető az összes rossz esemény, amit úgy kell érteni, hogy annak a valószínűsége, hogy elkerüljük, az nem nulla. Tehát ez az első, legkevésbé általános formája a lemmának, a következő, ami már sokkal általánosabb, abban a rossz események, azok már nem egyforma valószínűségi korláttal vannak, hanem mindegyik rossz eseményben lehetnek kevésbé valószínűek, nagyon valószínűek, és az a feltétel, hogyha összeadjuk a egyik rossz eseménynek a szomszédainak a valószínűségét, meg a saját valószínűségét, ez kisebb lesz, mint egy per e, ez minden irány teljesül, akkor elkerülheti az összes rossz esemény, és itt mögötte van egy ilyen gráf, tehát ez a hullámvonal, ez azt jelenti, hogy van egy gráf, ami megmondja, hogy melyiktől függ össze, és amire az a feltétel, hogy minden egyes rossz esemény az független legyen az összes szomszédjától együtt. És ez a leghasználhatóbb általános alapja szerintem. A következő még egyel általánosabb lesz, de az már kicsit
technikai, azért vetítem ki, mert az eredeti bizonyítás is rögtön ezt a megáltalánosabb alapot bizonyította be, és amiről beszélni fogok, az algoritmus is ebben az esetben működik. Ez azért bonyolultabb, mert itt nem csak rossz események vannak, mindegyiknek külön valamilyen valószínűsége, nem feltétlenül ugyanannyi, hanem még ráadásul valami valós számok is vannak, amik első ránézésre nem világos, hogy micsodát jelentenek, de ezek valahogy ilyen felső korlátok a AI esemény valószínűségére, de igazából nem ő a felső korlát, hanem ezt még meg kell szorozni a szomszédaihoz tartozó X értékeknek egy 1 minusz annyinak a szorzatával. Tehát ez egy ilyen viszonylag bonyolult képlet, de talán az előző változat az egyszerűbb, és az egy egyszerű következménye ennek. A függetlenségi feltétel az ugyanaz maradt, mint az előbb. És jó, tehát ezek nagyon hasznosak voltak. Azt akarom mondani a lemmáról, hogy ezt nagyon gyakran használjuk kombinatórikában, ez nagyon hasznos mindenféle konstrukcióra, mert ez nem a konstrukció, de mindenféle struktúra létezésének bizonyítására ez nagyon hasznos, nagyon sokszor használjuk, de algoritmikusan ez nem annyira jó, mert az eredeti bizonyítás nem adott egy algoritmus, hogy ezt hogy kéne megtalálni. És ja, még mielőtt az algoritmus, itt van egy szlájd a különböző általánosításokról, sokat nem fogok erről beszélni, de mindenféle általánosítás. Mondtam, hogy ez a harmadik legáltalánosabb, azt úgy kell érteni, hogy azon belül, amiről én most beszélek, vannak még sokkal általánosabb változatai, mindenféle aszimmetriákat meg lehet engedni, például azt, hogy amikor független mondok, az egy túl erős kikötés, és ahelyett megmondom, hogy milyen irányba korrelálhatnak, az elég. Van a Schiller-féle korlát, ami még bonyolultabb sokkal, mint az előző, de az viszont éles. Pontosan megmondja, hogy milyen valószínűségek, milyen gráf esetén, milyen valószínűség esetén biztosítható, hogy az összes rossz esemény elkerülésének pozitív legyen a valószínűsége. És akkor algoritmikusan mit lehet kérdezni? Hát először is kérdezni kell tudni valamit, ez túl általános így, hogy egy valószínűségi térben vannak rossz események, mert nem tudjuk, hogy mit tudunk. De egy algoritmusnak valahogy hozzá kell férnie az eseményekhez, valami a valószínűségi tér elemeihez. És ez a legegyszerűbb modell, amiben ezt az algoritmikus kérdést egyáltalán föl lehet tenni, amit én úgy hívok, hogy kombinatórikus forma, vagy független változós forma, amikor a valószínűségi tér az maga sok független valószínűségi változóból áll. Amit eddig láttunk, hogy egy csúcsokat véletlenül két színnel színezünk, az ilyen, egy változó az egy csúcsnak a színe, ezek függetlenek, és akkor a valószínűségi tér elemeit az könnyű így leírni. Ennek a változónak ez az értéke, annak a változónak az az értéke, ezzel leírtam a valószínűségi térnek egy elemét. A rossz eseményekről feltételezzük, hogy a sok-sok független változó közül csak kevéstől függ, és ez a gráf, ami a függetlenséget megmondja, az ettől attól fog függeni, hogy melyik rossz esemény melyik változótól függ. Azokat tekintem szomszédosnak ebben a gráfban, amiknek van közös változó, amitől függ, akkor a függetlenségi feltétel az természetesen teljesülni fog. Egy esemény az teljesen független olyan eseményektől, amitől még a több független valószínűségi változóktól, tehát más valószínűségi változóktól függenek, akkor ők természetesen függetlenek. És ebben az esetben ezeket az eseményeket le lehet írni kombinatórikusan, hogy hogy függenek attól a valószínűségi változóktól, és akkor lehet egy algoritmikus kérdést föltenni, hogy na most akkor ellenőrizzük, tényleg teljesül a lovász lokál lemma a feltétele, és akkor nézzük meg, hogy akkor tudjuk, hogy van egy olyan esemény az eseménytérben, van egy olyan pont a kiértékelése a valószínűségi változóknak, ami azt eredményezi, hogy mindegyik rossz eseményt elkerültünk. Tehát itt megint arra kell gondolni, hogy van egy olyan színezés, ami nincsen egy színű élet, tehát egy hipergráfunkban. És akkor ez egy algoritmikus kérdés lesz, és ezzel az algoritmikus kérdéssel, hogy ezt meg is lehet-e találni, először Beck József foglalkozott, aki 1991-ben, tehát ez már jóval a lemma eredeti megjelenése után van, több mint egy évtizeddel utána, talált egy algoritmikus változatot, ami hát nem pont a eredeti lemma feltételeivel,
hanem egy hasonló feltételekkel, csak egy kicsit szigorúbb feltételek mellett, egy hatékony, ez az folyamat idejű, arra is talált arra, hogy meg is találjuk ezeket, ezt a pontot, ami a lovászlók állema szerint létezik. És akkor itt egy kis, onnantól kezdve ezt sokkal javították, és itt van egy kis lista ezekről a javításokról. És úgy hasonlítom most össze, hogy a lehető legegyszerűbb esetet vizsgálom. A lehető legegyszerűbb esetben csak a gráf összefüggőségi gráf maximális fokát nézzük, az D lesz, és hogy mindegyik rossz eseményre ugyanaz a valószínűségi korlát lesz alkalmazva, hogy mennyi lesz ez a valószínűségi korlát. És az eredeti lemma szerint, hogyha ez a valószínűsége a rossz eseményeknek, az legfeljebb 1 per E-szer D plusz 1, tehát lényegében 1 per D, akkor lesz elkerülhető az összes rossz esemény egyszerre. A Beck-Józsi féle algoritmikus verzióban viszont ebben az esetben nem 1 per D volt a korlát, hanem 1 per D-nek egy nagyobb hatványa, ami nem volt igazán optimalizálva abban a változatban, és természetesen Nobel Alon egyből megtalálta a sokkal hatékonyabb változatát ugyanannak az ötletnek, ami már levitte a fölvitte a megengedett rossz esemény valószínűséget 1 per D a 8-onra. Ez egy viszonylag hosszú ideig így is maradt, volt a további javítások, aki ezt a 1 per D a 8-on értéket ezt nem javították, viszont lényegében kiterjesztették a Noga Alon eredetileg csak erre a uniform esetre bizonyította be az állítását is a Molloy D-cikk, meg a Cumann-Schegler-e cikk, az végül is odáig kiterjesztette, hogy nem a nem uniform esetre is lényegében ez a korlát működik. Nem lehet így mondani, hogy ez a korlát, mert ez egy uniform korlát, de ennek megfelelő korlát működik abban az esetben is. És a következő javítás az 1 per D a 4-re történt, ami Srinivasan eredménye, és utána Robin Moser 1 per D négyzetes eredményt bizonyított, és hát ez lenne a Robin Moser, aki a társszerzőm abban a cikkben, amiben elértük az algoritmikus verzióval ugyanazt a korlátot, ami az eredeti lemmában is volt. Itt igazából egy lépést kihagytam, volt a Robin Mosernek egy a ezen cikke után, és ennek a cikknek egy előzetes verziója, egy konferencia verziója, amiben ő már bizonyos, viszonylag szűk keretek között elérte majdnem ezt a korlátot, nem pont, de kitevő az már egy volt, és nem lehet ilyen általánosan alkalmazható, és az algoritmus bonyolultabb volt, de abban a fő gondolatok már benne voltak, és az előadás további részében erről a kétszerzős cikkről akarok beszélni, ami tehát egy algoritmikus verzióját adja a lemmának olyan értelemben is, egy algoritmikus verzióját adja, hogy az előző javításoktól eltérően, tehát ezektől mind eltérően, ez egy teljesen független bizonyítását is adja a Novászok állemának, ami nem azért fontos, mert az eredeti bizonyítás annyira bonyolult és követhetetlen, mert nem az, ez nagyon szép és nagyon elegáns, nagyon egyszerű bizonyítás, hanem csak mutatja, hogy egészen más megközelítés van itt, mint az előző eredményekben. Az előző eredményekben az történik, különböző nagyon messziről ránézve mindegyikben az történik, hogy először veszük a valószínűségi térnek egy véletlen pontját, tehát véletlenül kiértékeljük az összes valószínűségi változót, és ekkor még ugye rossz eseményeknek kicsi a valószínűsége, tehát ez azt jelenti, hogy kicsi eséllyel lesz egy rossz esemény fog bekövetkezni, tehát kicsi százaléka fog a rossz eseményeknek bekövetkezni, de még
nagyon sok be fog következni, mert nagyon sok esemény van. És akkor ezeket próbáljuk kijavítani, olyan módon javítjuk ki, hogy megnézzük, hogy a kijavítandó rész az már sokkal kisebb, mint az eredeti. Tehát lesz itt egy hiba, meg itt egy hiba, meg itt egy hiba, ezek esetleg össze is függenek egymással, de ezek ilyen kis komponensek lesznek, a további hibáktól teljesen függetlennek, és akkor egy ilyen komponens külön megjavítunk, egy másik komponens külön megjavítunk, és ha be tudjuk bizonyítani, hogy ezek külön-külön megjavíthatók, és ennek, hogy megjavítható külön-külön, erre használjuk a lokál lemma eredeti alakját, azzal belátjuk, hogy ezek külön-külön javíthatók, és utána külön-külön meg már kimerítő keresése, tehát végignézzük az összes lehetőséget, és úgy megjavítjuk. Fejlettebb verzióiban ennek az algoritmusnak nem egy lépés után kell alkalmazzuk a kimerítő keresést, hanem mondjuk még egyszer, még kisebb részekre daraboljuk, és utána lesz kimerítő keresés. De az a lényeg, hogy ez a módszer ez alkalmazza az eredeti lemma állítását, ahhoz, hogy találjon egy ilyen algoritmust, és ez a cikk, amiről most fogok beszélni, az nem használja, hanem egyszerűen direktben ad egy algoritmust, és az, hogy az algoritmus rövid időn belül véget ér, abból többek között az is következik, hogy tehát véget ér, tehát talál egy jó megoldást, tehát van jó megoldás. Még talán annyit akarok mondani, hogy az egyik nagy ilyen csalódásom a matematikai kollaborációval, az Robin Moser, aki tényleg egy nagyon nagyszerű PhD írt, aminek megjegyzett csak a fele volt ez a cikk. Egy másik nagyon fontos cikket is megcsinált az alatt, hogy ő PhD hallgató volt. Ezzel megkapta az összes létező díjat, a ETH Zürich legjobb diszertációjának a díjától kezdve a előző három évvel publikált legjobb német nyelvű vagy német nyelvterületen írt matematikai PhD diszertáció díját egy évvel később, de ennek ellenére ő úgy döntött, hogy hát ő igazából hát doktor akart lenni, ez most megvan, akkor innentől kezdve egy pénzügyi cégnél dolgozik, és többlet matematikával, amennyire tudom, nem foglalkozott. Ami szerintem egy nagy veszteség. Már nem anyagilag, mert is. Jó. Jó. Akkor mielőtt elmondom, hogy milyen mi algoritmusunk, mutatok egy algoritmus, amit már azt hiszem kb. 10 évvel a mi algoritmusunk előtt javasoltak. Ez egy nagyon természetes, intuitív algoritmus, és minden praktikus mérés szerint, vagy szóval ahol kipróbálták, ott úgy tűnik, hogy hatékony is, hogy gyorsan véget ér, de ez azóta sincs bebizonyítva, és mi se erről az algoritmusról bizonyítottuk be, hogy jó, csak egy hasonlóról. Ez az algoritmus, ami teljesen természetes, ez jut az embernek első eszébe. Véletlenül, tehát gondoljunk egy hipergráfra, a hipergráf kétszínezésre, az a legegyszerűbb példa, véletlenül kiszínezzük két színnel a hipergráf csúcsai. A élet nagy része az nem lesz egyszínű, ezeknek nagyon örülünk, néhány él azonban egyszínű lesz. Hát, mit csináljuk, akkor ezeket az éleket újra színezzük. Tehát az összes olyan csúcsot, ami egy egyszínű élben van, arra azt mondjuk, hogy hát, itt valamit elrontottuk, próbáljuk újra, és megint véletlenül kiszínezzük. Ettől persze, tehát azért nem világos, hogy ez működni fog, mert ettől nagyon nagy valószínűséggel az az él aztán jó lesz, mert eddig volt K csúcsa, mindegyik piros volt, most újra színeztük, most nagyon kicsi eséllyel lesz újra egyszínű, de az nyugodtan bekövetkezhet, hogy volt egy másik hiperél, ami majdnem egyszínű volt, kék, csak éppen egy csúcsa az piros volt, és azt most újra színeztük, akkor egy ketted eséllyel azt elrontja. Tehát ezt a csúcsot, ezt az élet, amit újra színeztünk, ezt nagy eséllyel megoldja, de nagyon komoly eséllyel új problémákat tud okozni egy ilyen újra színezés. És nem is ismert ennek az algoritmusnak egy elemzése, csak az ismert róla, hogy ahol kipróbálták, ott úgy működni látszik. És most elmondom azt az algoritmust, amit mi találtunk ki, ez nagyon közel van ehhez. Véletlenül színezzük az összes csúcsot, és amíg van egy egyszínű élet, addig választunk egy tetszőleges egyszínű élet, és véletlenül újra színezzük a csúcsot.
ezt addig csináljuk, amíg van egy színű él, hogyha már nincs, akkor örülünk véget érte a tartalmazásnak. Azt állítom, hogy ez is mondjuk ugyanolyan intuitív, mint az előző, nem világos, hogy miért kell várni a többi. Azt se, első ránézésre talán az se annyira világos, hogy ez miben különbözik. Hát ha itt tábla nincsen, amire rajzolnék, de van itt két diszjunkt egyszínű él, akkor mindegy, hogy mind a kettőt újra színezzük, vagy először kiválasztjuk az egyiket, azt újra színezzük, a másik kettő még mindig egyszínű, és akkor utána azt is újra színezhetjük. Ez csak lassítja a folyamatot, de ugyanúgy tartunk. De nem tartunk ugyanott, ha ez a két egyszínű él, ez metzi egymást. Akkor egészen más történik akkor, hogyha mind a kettőt egyszerre újra színezzük, vagy az egyiket egyszerre egyiket újra színezzük, és ettől nagy valószínűséggel megoldódik a másik problémája is. És akkor azt már nem kell újra színeznünk. Itt van a különbség a két algoritmus között, és ez az az algoritmus, amire be tudjuk látni, hogy ez nagyon hatékonyan és gyorsan véget ér. Ez világos, hogy hát úgy van megfogalmazva az algoritmus, hogyha véget ért, akkor az egy helyes színezést adott, mert hogy azt mondtam, hogy amíg nem helyes a színezés, addig csináljunk valami. De hogy véget ér, az nem annyira világos, és hogy a véget érésének a várható időtartama az kevés, a gyorsan véget ér, az meg pláne nem annyira világos. De ezt fogom most bemutatni, és ez lesz a matematikai része az előadásnak, tehát itt egy bizonyítást vázlatosan ismertetni fogok. Általános formája ugyanennek, ezt ki lehetett találni a speciális esetből. Ugye az volt az általános forma, hogy vannak valószínűségi változók, még függetlenek, ezek adják a valószínűségi teret, és vannak ilyen absztrakt rossz események, amik kevés változótól függenek, ezek felelnek meg az egyszínű hiperéleknek, és hát ugyanaz a két lépésből áll az algoritmus, először véletlenül kiértékeljük az összes változót, akkor lesznek valószínűleg rossz események, ha nem, akkor már kész is vagyunk, és ha vannak rossz események, akkor választunk egy tetszőleges rossz eseményt, és véletlenül újra értékeljük a benne azokat a változókat, amitől az a rossz esemény függő. De csak egyet, mindig csak egyet, egy rossz eseményt választunk. Ami az algoritmus elemzése lesz, az az, fogom megnézni, hogy hányszor kell ezt az iterációt megcsinálni várhatóan, amíg az algoritmus megáll. Az, hogy pontosan mennyi az algoritmus futási ideje, az sok minden mástól is függ. Például az is kérdéses, hogy a változó véletlen kiértékelése az mennyire bonyolult, tehát itt valami nagyon bonyolult véletlen megosztás van, de tipikusan nem, ha kétszínezünk egy gráfot, akkor a változók azok binárisak, és egy véletlen bit megadja az értékét, meg hát azt is valamennyi ideig tart, amíg eldöntjük, hogy egy rossz esemény az bekövetkezett. Tehát, hogy maga egy rossz esemény bekövetkezette, vagy sok rossz esemény van, van-e olyan rossz esemény, ami bekövetkezette. Ezzel nem fogok foglalkozni. A legtöbb alkalmazásban ezek viszonylag gyorsan megoldhatók. Az a kérdés, hogy maga az ismétlés, azt hányszor kell ismételni ezt az eljárást, még egy olyan a helyre élünk, ahol már nincsen rossz esemény. Jó. Itt van egy, hát az ábrában nem vagyok jó. Ez az ábra itt a jobb alsó sarokban, ezek nem az eseményeket akarják jelképezni az eseménytérben, hanem a változó halmazokat, tehát itt a jobb alsó sarka képnek az a független változók halmazát akarja jelképezni, és a zöld színű rossz esemény, amit most itt A5-nek mondok, az a zöld színű halmazától függ a változóknak. Tehát például látszik, hogy az A3-as, meg az A5-ös, a lila, meg a zöld, azok diszjunkt halmazoktól függenek, tehát ők független események. Ezzel szemben mondjuk a zöld, meg a sárga, azok nem független események. Tehát így kell értelmezni azt a ábrát ott a jobb alsó sarokba. És azt mondom, hogy az algoritmus elemzése lényegében egy könyvelési munka, valahogy el kell magyaráznunk, hogy miért következett be az, hogy már megint egy rossz esemény van, amit újra kell sorsolnunk a hozzátartozó változókat, az ilyeneket hívjuk
az algoritmus egy lépésének, vagy egy újrasorsolás, minden újrasorsoláshoz el kell magyaráznunk, hogy az miért is következett be. Az első dolog, amit csinálunk, hogy egy naplót írunk, melyik rossz eseményt sorsoltuk újra. Ugye az volt az algoritmus lényege, hogy minden pillanatban csak egyet választunk, hiába már rögtön az elején 15 rossz esemény bekövetkezett, akkor is csak egyet választunk, ez a napló ez annak felel meg, hogy az A5-ös eseményt választottuk először, az ahhoz tartozó változókat sorsoltuk újra, aztán jött az A2-es esemény, ami utána rossz volt, és azt újra sorsoltuk a hozzátartozó változókat, és így tovább. Ez lehet egy nagyon hosszú napló, és azt akarjuk bebizonyítani, hogy várhatóan nem lesz azért annyira nagyon hosszú. És egy indokot szeretnénk találni ahhoz, hogy miért következett be a minden egyes lépés, tehát ennek a naplónak minden egyes pontjához egy kombinatorikus struktúrát definiálni, ami elmagyarázza, hogy hogy is történt az, miért következett ez be, hogy ott rossz volt egy esemény, és egy rossz esemény bekövetkezett, és újra emiatt egyet lépni kellett az algoritmusnak. Az első rossz eseményhez nem kell sokat magyaráznunk, egyszerűen felírjuk, hogy ez rossz volt, már az eredeti sorsolásnál rossz volt. Úgy kezdődött az algoritmus, eredetileg kisorsoltuk a változó értékeit, és már ott az A5-ös az bekövetkezett. Ezen sokat nem kell magyarázni, de az A2-esnél egy kicsit többet kell magyarázni. Lehet, hogy eredetileg azzal nem volt, nem tudjuk, hogy az eredetileg rossz volt-e, mert az után tudjuk, hogy rossz lett, hogy az A5-öshöz tartozó változókat újra sorsoltuk, és hát van közös változó, tehát ez befolyásolhatta a dolgot. Úgyhogy azt mondjuk, hogy hát az A2-es is rossz volt, de ehhez azért lett rossz, mert előtte az A5-öst újra sorsoltuk, tehát ez egy fákat fogunk konstruálni, ez itt egy ilyen kétcsúcsú fa egyelőre. A 3-as a következő példám, ahhoz nem kell sok magyarázat. Az A3-as előtt már három másik eseményt újra sorsoltuk, igazából kettőt, de valamelyiket kétszer. De azok mind diszjunktak voltak. Tehát az A3-as, itt a lila karika, az jól látszik, hogy diszjunkt a sárgától meg a zöldtől. Tehát nem kell sokat magyaráznunk, az A3-as, amikor újra sorsoltuk, akkor rossz volt, igazából már rögtön az elején rossz volt. Semmi sem történt, ami az A3-ast érintette, úgyhogy ez egy csúcsú fát elég mutatnunk, és az utolsó, ami itt még szerepel ezen a listán, az az A1-es, az a piros, hát az sajnos az összes többivel összefügg. Ezért azt csináljuk, hogy elmagyarázzuk, hogy A1 az rossz lett, előtte az A3-as, meg az A5-ös, a lila, meg a zöld volt újra sorsolva, ez befolyásolta őt, ezek miatt lett rossz. Igazából az A2-es is újra lett sorsolva, és az is befolyásolta őt, de azt nem ide fölülre teszem, hanem egyen lejjebb, mert az már azt is befolyásolta, hogy itt az A5-öst újra kellett sorsolni. Azért kellett újra sorsolni, mert előtte az A2-t újra sorsoltuk, és valószínűleg azt tette őt rosszá. Úgyhogy azt ide lejjebb rajzolom, és a legelső A5-öst azt megint ide beteszem a fába, mert az egy oka volt annak, ami miatt az A2-est újra kellett sorsolni. Igazából természetes lenne, hogy ne egy fát, hanem egy körmentes irányított gráfot adjak meg ezen, de fákkal egyszerű dolgozni, úgyhogy én mindig egy fát adok meg, ez a fa lesz az, amire azt mondom, hogy ez egy tanú arra, hogy ez rossz, vagy igazából a tanú szerepel a cikkben, de talán magyarázat az jobb lenne, ez így elmagyarázza, hogy mi történt. Az A5 meg az A3, az A5 az van legalul, az A5 az már eleve rossz volt rögtön az első sorsolásnál, ezután, hogy ezt újra sorsoltuk, az A2 rossz lett. Azután, hogy ezt újra sorsoltuk, akkor már az A5 meg az A3 is rossz volt. És hogy ezeket újra sorsoltuk, akkor most már az A1 is rossz volt, és ez volt az oka annak, hogy az A1-et újra kellett sorsolni. Tehát a lényege ennek a szlájdnak az az, hogy minden egyes lépéséhez az algoritmusnak, minden egyes újra sorsoláshoz egy ilyen színes, vagy pontosabban címkézett fát rendelek hozzá, mert a gyökerében az az esemény van, ami a naplóban, ami körül újra sorsolás is, a többi csúcsban meg korábbi események vannak, amiket ott újra sorsoltunk. És hát a legegyszerűbb észrevétel, hogy hát annyi fát konstruáltunk, amilyen hosszú a napló. Minden napló, minden egyes eseményéhez egy fát konstruáltunk, tehát a napló hossza, vagyis lényegében az algoritmus futás ideje,
az a ilyen megkonstruált fáknak a száma, hogy pont az egyik, mondjuk az A1 eseményt hányszor sorsoljuk össze, az attól függ, hogy hány ebbe a megkonstruált fák közül hány olyan van, aminek a gyökerében az az esemény van. És hát minket a várható érték érdekel, tehát hogy ezt az A1 eseményt várhatóan hányszor fogjuk újra sorsolni, és ez a ilyen módon megkonstruált A1 gyökerű fáknak a várható száma, amit úgy lehet fölírni, hogy minden egyes fára, aminek A1 a gyökere, megnézzük, hogy az milyen valószínűséggel jelenik meg, mint egy ilyen megkonstruált tanfa. Ezeket a valószínűségeket összeadjuk, és ez mondja meg, hogy várhatóan hányszor lesz az A1 újra sorsolva, azt szeretnénk, ha ez nem lenne túl nagy, attól lesz gyors az algoritmus. Ezt a valószínűséget kell kiértékelnünk, hogy mi annak a valószínűsége, hogy pont ez a T-fa meg fog jelenni, és ez intuitíven látszik, hogy ezeknek az eseményeknek, a benne csúcsokon szereplő eseményeknek a valószínűségeinek a szorzata lesz az. Ez nem egészen igaz, de kisebb egy, ez egy felső korlát lesz. Valami olyanra kell gondolnunk, hogy az A5 már eleve rossz kell, hogy legyen, hát annak, hogy az A5 már eleve bekövetkezik az első sorsolásnak, mert pont ez a valószínűsége. Ha ezt újra sorsoltuk, akkor még mindig megint minden változó véletlen, és a A2 az pont PR-A2 valószínűséggel lesz. Következik be, tehát az, hogy ez is stimmeljen, onnan jön ez a tag, és így tovább. Azért van lesz egyenlőség egyébként, mert ha egy fát el akarunk kerülni, még az egycsúcsú fákkal is, azt el lehet kerülni, hogyha az A, mondjuk az A5 az eleve rossz, de nem akarjuk ezt a fát megkonstruálni, akkor megtehetjük azt, hogy megnézzük, hogy hát valami szomszédja is rossz, és inkább azt javítjuk ki, és hát ettől magától megoldódik az A5, és akkor elkerültük. De mindesetre ez felső korlátnak, ez egy nagyon, tehát azt akarom mondani, hogy ez egy egyszerű lemma a bizonyításban, hogy ez igaz. Az egyen bonyolultabb rész, hogy hogy lehet ezeket össze, tehát az ilyen módon megkonstruált fák, ilyen módon létrejött felső korlátot a valószínűségükre, hogy lehet összeadni az összes fára. És van egy ilyen váratlan kapcsolat valamivel, ami egészen máskor és máshol jelent meg a matematikában, ez a Galton-Watson folyamat, ami hát valahogy azt vizsgálták, azt hiszem, hogy milyen családnevek halnak ki Skóciában és melyek élnek tovább, de a mi szempontjunk hol csak az a lényeges, hogy Galton-Watson folyamat az a legegyszerűbb esetben olyan, hogy elképzelünk egy embert, akinek valamilyen valószínűséggel születik 1, 2, 3 vagy 4 gyereke, annak az 1, 2, 3 vagy 0, annak a gyerekek ugyanilyen valószínűségeloszlás szerint születnek gyerekei, és akkor ilyen módon egy ilyen nagy családfát tudunk kialakítani, és onnan megkérdezzük, hogy ez a családfa milyen alakú lesz, vagy egyáltalán véges lesz végtelen, vagy milyen eséllyel lesz végtelen. Ilyesmit szokás vizsgálni. A mi esetünkben egy kicsit bonyolultabb lesz a fa, mert a fák csúcsai azoknak típusa van, mindegyik egy rossz eseményhez tartozik, és úgy lesz a... Talán érdemes visszatérni, hogy a harmadik változatában a Novák Szokár lemmának szerepeltek ezek az X-ig. Most a képletre nem is kell odafigyelni, csak minden rossz eseményhez tartozott egy valami valós szám, az volt az X-ig, és azokat most felhasználjuk. Azt mondjuk, hogy ha egy csúcsnak a címkéje az a AI rossz esemény, akkor annak csak olyan gyerekei lehetnek, akik tehát önmaga, tehát ugyanolyan címkéjű az lehet, az AI-nek az AI, de lehet más címkéjű is, de csak az, amivel összefügg, amitől független olyan címkéjű gyereke nem lehet, és az, hogy megjelenik az AI címkéjű, mint gyermek, az csak egyszer jelenhet meg, két gyereknek nem lehet ugyanaz a címkéje, de hogy egyszer megjelennek, annak legyen X-i a valószínűsége. Ezzel leírtam egy folyamatot, ez a gyerekekre ugyanúgy igaz lesz, tehát elindulok az A1-ből, akkor vagy megjelenik az A3, annak X3 a valószínűsége, vagy nem, vagy megjelenik az A5, annak X5 a valószínűsége, vagy nem jelenik meg, megjelenheted az A1 is. Ha valami megjelenik, akkor annak megint lehetnek gyerekei, és így tovább, és akkor egy ilyen fa alakul ki. Vagy egy véges fa, vagy egy végtelen fa. Ugye tipikusan azt szokták nézni a Galton-Watson folyamatban, hogy
milyen valószínűsége jelennek meg végtelen fák. Mi most nem ezt fogjuk nézni, hanem azt fogjuk nézni, hogy milyen valószínűsége jelenik meg egy konkrét véges fa, és az az érdekes észrevétel lesz, hogy ez összefügg ezzel a valószínűséggel, hogy ez tanúfaként megjelenik, mégpedig, hogyha itt látjuk, hogy tehát van egy fa, ami egyfelől megjelenhet a mi algoritmusunkban, mint tanúfa, másfelől a Galton-Watson folyamatban is akár lehet, hogy az a véges fa lesz a végeredmény. És ezt a két valószínűséget össze tudjuk kapcsolni, mégpedig olyan módon, hogy annak a valószínűsége, hogy megjelenik ilyen magyarázat fa képpen, arra volt egy ilyen felső korlátunk, ami a címkékben szereplő események valószínűségének szorzata. Mindegyikre beírjuk a Lovász Lokár lemmában szereplő feltételt, hogy ez a valószínűség, ez legfeljebb, és itt valami x-eknek valami függvénye van. Ezt mindegyikre beírjuk, és akkor azt tapasztaljuk, hogy nagyon érdekes, mert a legtöbb tényező az mind kiesik, és ami marad, az pont annak a valószínűsége, hogy ez a Galton-Watson folyamatban ugyanez a fa jön. Nem egészen ez marad, mert még egy ilyen kis korrekciós tényező, x1 ez megjelenik az elején, de lényegében ugyanaz a két valószínűség. És ez azért jó, mert akkor most össze tudjuk adni. Az A1 újra sorsolásának várható száma az az ilyen valószínűségek összege, ami legfeljebb x/x-1 szer ezeknek a valószínűségeknek az összege. Na de ezek a valószínűségek, ezek egyre adódnak össze, hogyha a Galton-Watson folyamat az nem tud végtelen lenni, akkor valami véges fát fog produkálni, és akkor a minden véges fához a ő létrejöttének a valószínűségét összeállítjuk, akkor egyet kapunk. Ha végtelen fák is ki tudnak jönni, akkor meg kevesebb, mint egyet. Tehát ez minden esetre egy felső becslés, hogy ezeknek az összegét itt egyel becsüljük, és akkor marad az x1/x1, akkor kijött, hogy az A1 újra sorsolás ennek várható számát, ezt ilyen klasszul tudjuk becsülni az x1 értékkel, és akkor ezzel lényegében kész is vagyunk a bizonyítással. Még egyszer, ez az algoritmus, ennek a lépéseinek a számát akarjuk becsülni. A futási idő, hát itt lényegében az újra sorsolások teljes száma, nem csak az A1 eseményét, hanem az összesét. És ezért az kijön, hogy tehát az aktuális futási idő is az újra sorsolások teljes száma, a várható futási idő az az újra sorsolások várható száma, és ezt bizonyítottuk az előbb, hogy ezt ilyen klasszul lehet becsülni, és akkor az újra sorsolások várható száma az ezeknek az összegeként jön ki. Tehát itt úgy kell elképzelni, sok rossz esemény van, mindegyikhez tartozik egy x-i, és itt ezeknek az összegéről van szó. Ezek a tipikusan az x-i érték az egyébként picike, tehát az x/x is picike, tehát ez az összeg, ez itt kevesebb, mint a rossz események száma. Tehát tipikusan nem is minden rossz eseményt fogunk akár csak egyszer is újra sorsolni. Jó. Tehát minden olyan esetben, amikor ez mondjuk a legegyszerűbb esetre gondolunk a hipergráf kétszínezésre, akkor ez nem hogy polinomiális, hanem kifejezetten egy nagyon gyors algoritmust ad. És mellesleg, hát azt látjuk, hogy ez kisebb, mint végtelen, tehát ez az algoritmus, ez véget tud érni, és ebből már következik a lokál lemma állítása. Jó, hát akkor ez a vége már az előadásomnak, ennek az algoritmusnak a általánosításairól és kiterjesztéseiről akarok beszélni egy picit. Egyrészt párhuzamosítható, tehát ez egy nagyon gyors, véletlen algoritmus volt, de lehetne még gyorsabbá tenni, hogyha egyszerre tudnánk ezeket az újrasorsolásokat megcsinálni. Ez pont az algoritmus lenne akkor, amiről mondtam, hogy azt már 10 évvel korábban ajánlották, de nem tudjuk máig se, hogy ez egyáltalán működik-e. Úgyhogy egy kicsit vigyázni kell, nem az összes rossz eseményhoz tartozó összes változót sorsoljuk ki újra, egyszerre, hanem azt kell csinálni, hogy keresünk egy maximális rendszerét olyan bekövetkező rossz eseményeknek, amikhez tartozó változó halmazok azok pálinkájú szintag. Ezeket már lehet egyszerre újra sorsolni, mert hogy ezek egymást semmilyen befolyással nincsenek,
És akkor ezzel párhuzamosítottuk. Ez még mindig egy életlen algoritmus lesz, de most már a tipikus feltételek esetén ennek a futási ideje az már logaritmikus lesz. Tehát ezt logaritmikus sokszor kell ismételni. Igazából, ha az ember jobban belegondol, akkor ez nem logaritmikus, hanem log négyzetes lesz, mert egy maximális diszjunkt rendszert találni a bekövetkező rossz események között, az párhuzamosan is eltart logaritmikus ideig. Először meg kell találni ezt a maximális diszjunkt rendszert, és az már logaritmikus idő, és ezt aztán logaritmikus szor kell ismételnünk. Lehet egy determinisztikus, tehát ez egy véletlen algoritmus volt, ennek derandomizálták. Csandrása, Karen, Goyal és Hapler. Ilyenkor mindig egy kicsit szigorúbb feltételeket kell elképzelni, de nem olyan nagyon szigorúbbakat, tehát nem pont az a feltétel a determinisztikus változathoz, mint az eredeti lemmához, hanem egy kicsit ez a, tehát ez a, hol van? Igen, tehát ez a feltétel, ez egy kicsit szigorúbban kell tenni, általában ezt az egészet valami egy plusz epsilon hatványát kell venni a jobb oldalnak, és annak még mindig egy felső korlátnak kell lennie. De a kitevő az itt egy plusz epsilon, visszaemlékeznek akkor, amikor az eredeti algoritmikus, vagy a korábbi algoritmikus változatokat mondtam, ott a kitevő az 48-tól ment le 2-ig, itt még a determinisztikus változathoz is elég egy plusz epsilon. Igen, hol tartottunk? Itt tartottunk. Ez a cikk, Koli Paka és Szegedi Mário, azt nézték meg, hogy ez az algoritmus működik-e minden olyan esetben, amikor a Schirer feltétel teljesül, és ez valamilyen megkötésekkel az az állítás, hogy igen. A megkötés az azt jelenti, hogy a Schirer feltétel, amit most itt nem fogok elmondani, az is egy ilyen kisebb egyenlő, valami kisebb egyenlő, valami, az egy picit megerősíti az ember, akkor már bizonyítani tudja, hogy abban az esetben ez az algoritmus, ez polinom időben várható a véget ér. Egy másik cikk, amit meg akartam említeni, az ez a Srinivasan Chahan Hapler, vagy fordított sorrendben, azt vizsgálták meg, hogy mit lehet csinálni, akkor ha exponenciálisan sok rossz esemény van. Ugye akkor egy kicsit bonyolultabb a helyzet, de a exponenciálisan sok rossz eseménynél már az se világos, hogy találjuk meg azt, hogy egyáltalán valamelyik rossz esemény bekövetkezik el, mert nem akarjuk végignézni őket, de feltételezik, hogy arra van valami algoritmus, ami ezt megtalálja, és akkor is alkalmazható ez a módszer, és megfelelő esetben, ami lényegében annak felel meg, hogy az a summa x-i per 1 minusz x-i az nem lesz túl nagy, annak ellenére, hogy ez egy olyan összeg, amiben exponenciálisan sok tag van, akkor ez az algoritmus ez működik. A következő az Harris és Srinivasan eredménye, amiben egy kicsit túl akarnak menni azon, hogy én azt mondtam, hogy hát algoritmus megközelítése alatt csak akkor tudunk valamit csinálni, hogy független véletlen változók vannak, mert különben hozzá se tudunk nyúlni a valószínűségi térhez, hát ez nem igaz, időnként hozzá tudunk akkor is, ha valószínűségi tér az nem pont független valószínűségi változók által van meghatározva. Például lehet egy véletlen permutáció. A véletlen permutációt az nagyon jól lehet algoritmikusan kezelni, tudunk generálni egy véletlen permutációt, és ott értelmes kérdés az, hogy egy esemény, hogy valami rosszul sül el abban a véletlen permutációban, az mondjuk csak 4-5 elemnek a képétől függ. De ezek az elemképek, ezek nem függetlenek egymástól, nem független valószínűségi változók vannak, hiszen ez egy permutáció, tehát két elemnek a képe az ember ugyanaz. Úgyhogy egy dolgozni kell rajta, hogy akkor is működjön, és van egy Harvey és Mondrák cikk, amiben ezt tovább viszik, és sokkal általánosabban, tehát nem csak független véletlen változók, nem csak véletlen permutáció, hanem
viszonylag általánosan tudják azt az esetet is kezelni, akkor nincsenek véletlen változók, hanem valamit tudunk a valószínűségi térről, vannak benne ilyen elemi operációk, amik a megfelelő rossz eseményhez tartozó változók újra sorsolásának felelnek meg. Ezt valahogy leírják, hogy ez kombinatorikusan mit jelent, és ha ilyen operációkat tudunk hatékonyan csinálni, akkor azzal az operációkkal le tudjuk másolni ezt az algoritmust, és ez megint hatékonyan fog működni bizonyos feltételek mellett, és hát példákat is mutatnak ilyen. Tehát a véletlen permutáció az egy példa, de még ezen kívül is mutatnak sok ilyen példát, ahol ez olyankor is alkalmazható, amikor tehát nem ilyen egyszerű a valószínűségi térnek a szerkezete. Köszönöm.